Jelentős terméskiesést okoztak a tavaszi fagyok. A megy, a cseresznye és a szilva is mind megszenvedte a tavasztól nyár elejéig tartó időjárást, ahogy a kajszi és az őszi barasznál is negatív rekordot döntöttek a terméskiesések. A kajszi barack esetében, melynek lassan most már a szürete utolsó harmadába fordulunk be, az a helyzet nagyjából, mint a szilvánál. Nagyon gyenge volt az idei kajszi termésünk. Egy jó évben 30-40 ezer tonna kajszit szüretelünk. A legrosszabb évek termése nagyjából 10 ezer tonna magasságában volt. Ebben az évben 6-8 ezer tonnára becsülhető a kajszi termésünk, tehát alul múljuk az eddigi legrosszabb évjáratok termését is. Ennek oka szintén a tavaszi fagyokban keresendő. Ennek megfelelően a kajszi ára viszonylag magasan mozgott egész szezonban. 6-800 forint körüli termelői árakról van tudomásunk, illetve a fogyasztói ára a boltok polcán is 1000-1200 forint fölött volt, ami nagyjából közel duplája a megszokott kajszi áraknak. Ezekhez az árakhoz hozzájárulhatott az is, hogy az európai termelőknél is jelentős kiesések voltak a tavaszi fagyok miatt, így az olcsóbb import lehetősége is eltűnt a piacról, ezért aztán az egész szezonban tartották magukat a magas árak. Az őszi baracknál már azonban nem ennyire borús a helyzet, tette hozzá Apáti Ferenc. Őszi barack esetében talán egy fokkal jobb a helyzet, mint kajsziban, de itt is egy körülbelül harmad termést realizálunk a jó évjáratok terméséhez képest. Ennek megfelelően az őszi barack is relatíve magas árakon mozog a piacon, értve alatt a termelői és a fogyasztói árakat egyaránt. Minden idők egyik leggyengébb gyümölcs termését hozta a tavaszi időjárás. Az ültetvényeket ért 15-20 fagyos éjszaka mellett a tavaszi jégesős, viharos időjárás és komoly minőségi és mennyiségi károkat okozott a gyümölcsösökben, országszerte és ezzel együtt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is.